Sziasztok! Én Ádám vagyok, ez pedig az IGN Start legújabb adása, melyben kitárgyaljuk a hét legfontosabb filmes és játékos újdonságait, sztorizgatunk kicsit a Transformers egy szinkronjának rögzítésén szerzett élményeinkről, valamint megválaszoljuk a hét kérdéseit, többek között azt, hogy várhatunk-e újabb, a Gyűrűk Ura alapján készülő játékokat. Lássunk is hozzá! Két teljesen különböző jellegű film érkezik a mozikba, de mindkettőt izgatottan várjuk. Egyrészt befut a Transformers 1, ami nem csupán izgalmas, új löketet ad az alaposan kivéreztetett franchise-nak, de Gáspár és Zalus hangját is hallhatjátok benne, habár csak néhány mondat erejéig. Igazat beszél. Hogy ez jó vagy rossz hír, azt rátok bízzuk. Szintén a héten fut be a mozikba a Szert című test horror, ami őrületesen nagy sikert aratott Cannes-ban, de volt, aki végig se bírta nézni, olyan durva. A sztori szerint Demi Moore egy kiöregedő hírességet játszik, aki lehetőséget kap a megfiatalodásra, de ennek súlyos ára van. Kíváncsiak leszünk, mit hoz ki Lara Croft legendájából a Netflix új animációs sorozata, amely a 2013-ban újraindított játék trilógia világában játszódik, egészen pontosan a Shadows eseményeit követően. Az eredeti változatban amúgy Hayley Atwell szolgáltatja a karakter hangját, szóval mi mindenképp belefülelünk majd. Az Apple TV Plus-ra érkezik Alfonso Cuarón minisorozata A cáfolat, melyben két Blanchett egy újságírót alakít, aki megtudja, hogy egy olyan regény főszereplője lett, amely felfedi azt a titkot, aminek soha nem lett volna szabad napvilágot látnia. No és mivel játszhatunk a napokban? Már is eláruljuk nektek! Igazán mozgalmas hét elé nézünk videójátékos fronton, ugyanis több várva várt virtuális kaland mutatkozik be a következő napokban. Példának okáért visszatérhetünk a ködös városba a Silent Hill 2 remake-ében, és bármennyire is kétségeink voltak a Konami horror klasszikusa feltámasztásával kapcsolatban, az első tesztek alapján a Bluebird Team remekül vette az akadályt és méltó módon modernizálta a játékot. Új Dragon Ball játékot köszönhetünk a Sparking Zero formájában, amiben a főszerepet természetesen a pofoszkodás és a legendás harcosok kapják, az utóbbiak ráadásul 180-an lesznek, szóval a változatosságra nem lehet majd panaszunk. Ha már verekedés, az Undisputedban a legnagyobb boxszervezetek bajnoki öveiért szállhatunk ringbe, több mint 70 licenszelt sportoló valósághű virtuális másával, a cél pedig természetesen az, hogy mi legyünk a vitathatatlan bajnokok. A Diablo 4-ben megkezdett kalandjaink is folytatódnak, ugyanis érkezik a Vessel of Hatred DLC, ami nem csak a sötét sztorit folytatja tovább, hanem számos újdonsággal, például egy a korábbi részekből ismerős bejárható területtel és egy vadonatúj kaszttal, a Spiritborn-nal bővíti a Blizzard játékát. Több mint egy év korai hozzáférés után végre teljes formájában is elérhetővé válik a Starship Troopers Extermination. Sőt, konzolokra is érkezik a kooperatív shooter, méghozzá egy egyjátékos kampánnyal kibővítve, amiben a Casper Van Dien hangján megszólaló Johnny Rico parancsait követve írhatjuk a mindent elözönlő rovarokat. A Persona sorozattal a videójátékok élvonalába lépő Atlus csapata új játékkal jelentkezik, a Metafori fantáziúban pedig egy királyát vesztett fantasy birodalom sorsa múlik rajtunk. Bár a valós idejű harcok újdonságnak számítanak a fejlesztőktől, de az elképesztően stílusos grafika, az izgalmas történet és a mély szerepjátékos elemek minden bizonnyal ebben a játékban is visszaköszönnek majd. Végezetül, ha valaki a retro kalandokat kedveli, akkor igencsak elégedett lesz a héten, ugyanis a Lego Harry Potter Collectionben több mint fél tucat korábbi játékot élhet át újra megszépített formában. A Final Fantasy Pixel Remaster Anniversary Edition pedig a legendás JRPG sorozat első 6 részét kínálja egyetlen csomagban. És persze ne feledkezzünk meg a Retro Realms-ről sem, ami bár új játék, ám a 16 bites érát idéző, csodás pixelártos grafikával készült horror ikonokkal indulhatunk kalandra benne. Az első két játékban Michael Myers-szel, illetve Ash Williams-szel rendezhetünk vérfürdőt az oldalnézetes hack and slash-ekben. Na de ennyit a bőséges játékkínálatról, most jöjjön Zalus és Gáspár, és meséljenek kicsit a Transformers 1 szinkronjának felvételéről. Sziasztok! Sziasztok! Hát a stúdió most éppen felújítás alatt van, úgyhogy Gáspár átugrott hozzám, hogy itt vegyünk föl egy kis beszámolót arról, hogy milyen is volt a Transformers 1-nek a szinkron felvétele, ugyanis erről már beszéltünk párszor, hogy néhány mondat erejére behívtak minket, és mi adjuk két karakternek is a hangját. Sokan,
Te vagy, és fülelő az a game vagyok. Jó, ezt jól csináltuk. Egyébként nagyon meglepett minket ez a dolog, hogy így felkértek, így izgultunk is ezzel az egésszel kapcsolatban, de nagyon izgatottan mentünk el a Muffin stúdiójába. Így van, egyébként én főleg azon izgultam, hogy ne roncsuk el senkinek az élményt, és hát kiderült, hogy nem egyszerű munka ez a szinkronizálás, ugyanis bementünk egy stúdióba. Azt hozzáteszem egyébként, hogy akik ott voltak, a stáb, meg Tabákat, a szinkronrendező, elképesztően profik voltak, nagyon higgadtak, nagyon-nagyon türelmesek voltak, igen. Mondjuk sokat segített, hogy azt mondták, hogy nyugi, Mati vagytok az utolsók, pár meddig maradhatunk. Nem gondoltuk, hogy olyan sokáig fogunk maradni. Nem. Összesen volt 8-8 mondatunk, és mégis fejenként valami fél óra volt. Mire legalább fél óra volt. És akkor bementünk a stúdióba, ami úgy nézett ki, hogy volt egy képernyő, amin ment a film, ilyen mindenféle vízjelek voltak rajta, meg ilyesmi, természetesen ne lehessen ezt másolni. Mert ez még valami komikor volt, július-augusztus környéken? Igen, még a nyár közepén, kellős közepén. És hát előtted van egy másik monitor, amin látod a szövegedet, meg hogy kb. Mikor kéne belépni. Van egy füles a fejeden, ahol az egyikbe hallott, hogy most jönne a szöveged, és egyébként angolul, és Tabákat a közben különböző utasításokkal bombálsz, hogy most dühösebben, most szomorúbban, most robotosabban, most lassabban, most gyorsabban, mert ki kell jönnie a szótagszámtól kezdve mindennek, és pont akkor kell belépned, nem késhetsz. A szemembe vágott a csaj! Na, tök jó volt, de most a panaszkodást megcsináltad, de árulkodó is legyél. És hát nem igen, le a kalappal egyébként a szinkron színészek előtt, akik így ilyen egy fél délelőtt alatt felvesztek egy egész filmet. Nekünk ezt a 8 mondatot sikerült fél óra alatt, és annyira profik egyébként a rendező is, meg a hangvágó is, hogy valamikor ilyen félszavakat tudnak kivágni a szövegből. Igen. Hú, ez a hörgés most jó volt, ez marad, és akkor a hörgés után folytasd. Nagyon döbbenetes volt. És tényleg annyira beletettük magunkat végül is, nem tudom, hogy a végeredmény milyen lesz, mert még nem láttuk, hogy gyakorlatilag berekedtem, mert sokkoló az így ordít folyamatosan abban a 8 mondatban, és hát a végén már így jöttem ki. Jó volt. Ezt tanúsítatom, üvöltet, de nagyon jól csináltál. Azért, mert be nem állt a szája. Főleg, amikor nem volt magánál. Főleg, amikor nem volt magánál. A szájáig isteni voltál, azt megtartjuk. Főleg, amikor be nem állt a szája. Amikor nem volt magánál. Fülelő az olyan szempontból egyszerűbb volt, hogy csak ilyen robotosan kellett beszélni, de igen, azért megküzdöttem vele. Igen, is. Lehetetlen. Nincs hozzá elég katonánk, és be sem jutunk. Még nagy felelősség is nyugszik a vállamon, mert nekem valami két poénom is van a filmben. Igen. Úgyhogy hát nem tudom, hogy milyen lesz a végeredmény. Nagyon izgatottan várjuk, ugye október 10-én, most ezen a héten jön majd a mozikba a film. Én angolul már láttam ugye Londonban, amikor ott jártam a premiéren, de meg fogom nézni majd magyarul még egyszer, és be is jelentkezünk majd előtte vagy utána instán. Na, úgyhogy hamarosan találkozunk majd a felújított stúdióban. Addig is. Sziasztok! Sziasztok! Szerintetek a The Last of Us második évadának harci jeleneteiben nem lesz nagy visszalépés a játékhoz képest? Gondolok itt arra, hogy például Abby és Ellie sokkal alacsonyabbak, mint a játékban, és ez elég szembetűnő lesz. Mivel a játék két kulcsfontosságú jelenetéről van szó, ezért nem hisszük, hogy elslamposkodták az alkotók. Simán el tudjuk azt képzelni, hogy mindkét készülő évad egy-egy ilyen összecsapással fog végződni. A Nintendo a Palworld fejlesztői után a Sonyt is beperelheti, mert túl sok hasonlóság van a korábbi játékai és az Astrobot közt. Ez egyáltalán nem valószínű, ugyanis az Astrobot leginkább hangulatában és szellemiségében hasonlít a Nintendo klasszikusaira, míg a Palworld fejlesztői esetében konkrét Pokémonok dizájnjának és bizonyos játékmechanikáknak, például a pokélabdának a lemásolása a vád. És a hírek szerint még így sem biztos, hogy a Nintendo sikerre tudja vinni a pert. Azok a filmek, amik X-es besorolást kapnak itthon, azok máshol is? Minden országnak saját korhatár besoroló rendszere van, így akár az is előfordulhat, hogy egy nálunk X-et kapó film máshol 15 év felett simán megtekinthető. Az X-es besorolás miatt kieső bevételt pedig nem fizeti ki senki, hanem a forgalmazónak és a stúdiónak kell lenyelnie a keserű pirulát, ugyanakkor voltak olyan filmek, melyeknek jót tett ez a besorolás, mert a potenciális nézők kíváncsiabbak lettek arra, hogy vajon miért ilyen brutális a Sikoly 6, a Fűrész 10, vagy a Hullaadás. Van valami új hír az Xbox kézi konzoljáról? Mit gondoltok, ha tényleg lesz, akkor mikor? Milyen áron és milyen hardverrel? Konkrétumokról sajnos még nem tudunk beszámolni, de Phil Spencer, az Xbox első embere többször is utalt rá, hogy készülhet egy ilyen gép a háttérben. Ráadásul azt is hangsúlyozta, hogy olyan hordozható gépet szeretnének, ami natívan futtatja a játékokat, nem streamelve.
Sajnos egyelőre ennyivel kell beérnünk. A Transformers szériának a következő állomásáról lehet tudni valamit. Lesz filmfolytatás? Idén tavasszal megerősítették, hogy készül az a Transformers G.I. Joe crossover film, amit a fenevadakkora végén pedzegettek meg. Pontos premier dátum még nincs, de mi 2026-nál korábbra nem várnánk. Sziasztok! Mit jelent ma a AAA játék? A AAA megnevezés nem egy adott játék népszerűségére vagy sikerességére utal, hanem kifejezetten arra, hogy az kiemelkedően nagy költségvetésből és jókora marketinggel megtámogatva jelenik meg. Spider-Man 2 DLC-kről van esetleg valami híretek? Ezzel kapcsolatban csak a szivárgásokból tudunk kiindulni. A Spider-Man 2 egyik frissítésébe véletlenül bekerültek olyan bejegyzések, amik arra engedtek következtetni, hogy készül egy DLC, amiben a Beetle nevű gonosz mutatkozik majd be. Az Insomniac nagy szivárgása során pedig szintén szóba került egy esetleges kiegészítő lehetősége. Ám elnézve az Insomniac zsúfolt terveit, például a készülő Wolverine játékot, a kiszivárgott Venom projektet és a Spider-Man 3-at, na meg a pletykált X-Men játékot, nos, az is lehet, hogy egyáltalán nem érkezik kiegészítő a Spider-Man 2-höz. A hét tényleges kérdését Danny Chiu egy tette fel, aki arra volt kíváncsi, hogy most, hogy 10 éves lett a Shadow of Mordor, számíthatunk-e új a Gyűrűk Ura játékokra? Mi az, hogy egy rakás virtuális kaland készül a Tolkien által megteremtett világ alapján, főként annak köszönhetően, hogy az Embracer Group megvásárolta a Gyűrűk Ura és a Hobbit filmes, videójátékos, társasjátékos, vidámparkos, valamint színpadi jogait. A cég azóta három részre szakadt, és a legnevesebb fejlesztőit, például a Crystal Dynamics-ot és az Eidos Montrealt tömörítő Middle-Earth Enterprises and Friends pedig kifejezetten azzal foglalatoskodik, hogy minél több pénzt termeljen a megvásárolt licenszekből. Meg is erősítették, hogy több ilyen játék áll fejlesztés alatt már most. Amit biztosan tudunk, hogy 2025. március 25-én bemutatkozik a Tales of the Shire, ami egy amolyan hobbitos, Strágyúbeli lesz, vagyis a megye egy lakójaként csatlakozhatunk középfölde apró népének mindennapjaihoz. Kertészkedhetünk, főzhetünk és persze elvegyülhetünk a többi hobbit között. Persze sokan nem ilyen feldolgozásra vágynak, nekik jó hír lehet, hogy az Amazon Games segítségével egy MMO is készül, melyben középfölde vidékén kalandozhatunk majd az online társaink oldalán. Ezek mellett több cím is tervezés alatt áll, de sajnos ennél többet nem tudunk, ugyanakkor már ezek alapján is biztosnak tűnik, hogy alaposan el leszünk látva Gyűrűk Ura játékokkal az elkövetkezendő években. Danny Chiu-nak köszönjük szépen a kérdést, meg is jutalmazzuk egy ajándékkal az IGN Shop felajánlásával, méghozzá ezzel a pihe puha One Piece-es gumi-gumi gyümölccsel, amire lehajtva fejét álmodozhat a következő Gyűrűk Ura játékról. Az IGN Shopra feltétlenül nézzetek fel, ugyanis már most beszerezhetitek a geek témájú adventi naptárakat, méghozzá Early Bird áron. A sok kérdést pedig köszönjük szépen, és persze várjuk a továbbiakat is ez alá a videó alá a 7 kérdése hashtaggel ellátva, és ígérjük, hogy megpróbáljuk majd megválaszolni őket a jövő héten is. Addig is, sziasztok!